Jó termésátlagok! Az elmúlt héten az őszi árpa aratásával megyeszerte megkezdődtek a mezőgazdasági betakarítások, mára a munkálatok közel felével végeztek a gazdák. Előzetesben az elkövetők újabb bűnszervezetet számolt fel a NAV az Észak-Alföldi régióban. A költségvetésnek okozott kár meghaladja a 500 000 000 forintot. Új direktor, július 1-től 5 éven át Schlanger András lesz a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója. A művész a 80-as években színész-rendezőként dolgozott a teátrumban. Az elmúlt héten az őszi árpa aratásával megyeszerte megkezdődtek a mezőgazdasági betakarítások. Mára a munkálatok közel felével végeztek a gazdák. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kedvezőtlen száraz időjárás ellenére a kalászos növények termése jónak mondható, sőt az őszi árpa helyenként kiemelkedően magas termésátlagot hozott. A kalászos növények számára idén a többi növényi kultúrával ellentétben kielégítő volt az időjárás. Már a műtrágyázás időszakától elegendő volt a csapadék mennyisége. Az aszályos idő ellenére a szemkifejlődéskor is éppen annyi eső esett, ami egy közepesen jónak mondható termésátlaghoz szükséges. Nálunk is megkezdődött a mi megyénkben a betakarítása a kalászosoknak. Az árpával kezdődött, a múlt héten még egy ilyen 41 hektárt szinte csak belekóstolgattak a kombány kipróbálásában. Most körülbelül a 41%-a van betakarítva, a termésátlaga 4 tonnához közelít, de jeleztek 7 tonnás árpa területről is. Azt hiszem, a mi megyénkben ez a 7 tonna, ez csúcsnak számít. A gazdák számára kedvező volt, hogy a szeles, viharos idő is megkímélte a táblákat, így a következő hetekben, az őszi árpa után megkezdődhet az őszi búza betakarítása is. A nagyobb falat ugye az őszi búzának a betakarítása, 28 ezer hektáron termel a megye őszi búzát, nagyon vegyes heterogén képet mutatnak a búzatáblák. A gyengébb jellegű területeken, ahol különösen nem volt csapadék, vagy nem időbe jött, ott bizonyos megszorulás is tapasztalható. Jobb területeken, illetve ahol kezelték, megfelelő fajtákat vetettek, vagy úgy gondolom, hogy egy jó közepes termést lehet majd betakarítani. A betakarítás előtt fontos a járművek és az emberek megfelelő felkészítése. A száraz növények ugyanis gyakran okozhatnak tűzesetet a betakarítás közben. Újabb bűnszervezetet számolt fel a NAV az Észak-Alföldi régióban. Az eddigi adatok szerint jól működő vállalkozások vették igénybe munkaerő kölcsönzésre szakosodott cégek szolgáltatásait, hogy így csökkentsék adó és járulék fizetési kötelezettségüket. A költségvetésnek okozott kár meghaladja a 500 000 000 forintot. A bűnszervezetet irányító nyíregyházi férfit és három társát a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Az elkövetői kör tevékenységére még tavaly májusban hívták fel a pénzügyi nyomozók figyelmét az adórevizorok. A szervezet jól működő gazdasági társaságok költségeinek csökkentésére működtetett ukrán ügyvezetők közreműködésével létrehozott munkaerőkölcsönző cégeket, amelyek kizárólag fiktív számlák kibocsátására szolgáltak. A bűnszervezet tevékenységének módszere az volt, hogy jól működő gazdasági cégek alkalmazottait, akár régebbi dolgozóit is bejelentették a munkaerő kölcsönző cégekhez, majd színlelt szerződéssel kölcsönbe vették őket. Így a munkáltatással összefüggő járulékok fizetési kötelezettsége nem a valós foglalkoztatókat terhelte, hanem az ukrán vezetők által irányított stróman cégeket, akik pedig nem fizették be a járulékokat. Ezen felül a kölcsönbe adó cég által kiállított számla után áfával is csökkenteni tudták fizetendő adójukat a jól prosperáló vállalkozások. A gyanú szerint 36 működő társaság vette igénybe a bűnszervezet szolgáltatásait. A 30 helyszínen tartott akcióban 80 pénzügyi nyomozó vett részt, munkájukat 60 adórevizor és pénzügyőr segítette. Az eddigi adatok alapján a költségvetésnek okozott kár meghaladja a 500 000 000 forintot. Jövőre 6,9 milliárd forint jut a fiatal rezidensek itthon tartására. Az eddigi ösztöndíjprogram kiszélesítése miatt így 2500 főre nő majd a támogatott rezidensek száma, valamint ezentúl nem egy kórházzal vagy egyetemmel, hanem az egészségügyi nyilvántartási és képzési központtal szerződnek a kezdőorvosok.
A Magyarországon maradt rezidensek ezentúl havi plusz nettó 100 ezer forintot kapnak majd a kiszélesedett ösztöndíjprogramban. A szeptember 1-től frissen szakvizsgázó orvosok január 1-től szintén havi nettó 100 ezer forint támogatást kapnak. Ehhez azok is hozzájuthatnak, akik régebben szakvizsgáztak és ösztöndíjasok is voltak. Sajnos azok, akik régebb szakvizsgáztak, de nem voltak ösztöndíjasok, akár én is, mi nem fogunk kapni. Erre szokták mondani, hogy ez mérfeszültséget szül. Nyilván ilyen érzete lehet az idősebb kollégáknak, csak ne felejtsük azt az egyszerű tényt, hogy azért, mert valaki többet kap, a másik nem fog kevesebbet kapni, és bízunk benne, hogy a jövőben ez a folyamat folytatódni fog, bízunk benne markánsabban, mert nem hiszük, hogy ez azért minden problémára megoldás jelent, magyarul, hogy a betegeket megfelelő számú orvos és ugye nővér fogja fogadni a jövőben. A fő munkáltató ezen túl egy állami szerv, az egészségügyi nyilvántartási és képzési központ lesz. Ez a változás azért is fontos, mert van olyan kórház, amely eddig azért nem vett fel rezidenst, mert nem tudta kigazdálkodni a bérét, így mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy Magyarországon dolgozzon. A rezidensek tekintetében, hogy említettem, vállalni kell, hogy amennyi ideig kapták az ösztöndíjakat, itthon marad Magyarországon, vagy részállásban, nyilván az idő az így nyúlik, és nem fogadhatnak el hálapénzt. A szakorvosok tekintetében nincsen ilyen jellegű vállalás. A kezdő orvosok mentorainak havi bére 30 ezerről 50 ezer forintra nő rezidensenként. Egy oktatónak azonban maximum 3 rezidense lehet. Július 1-től 5 éven át Slanger András lesz a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója. A művész régi ismerőse a megyei közönségnek, hiszen a 80-as években színész rendezőként, később pedig művészeti vezetőként dolgozott a teátrumban, és meghívott vendégként több előadásban is színpadra lépett. Slanger András mozgalmas nyári szünet elé néz. Javában zajlik a szabadtéri nyár programsorozata, közben pedig szerveződik a következő évad. A programterv már elkészült, 12 bemutatót láthat majd a közönség. 5 nagy színpadi produkciót tervez az új direktor, ezek közül az első a Dollárpapa lesz. Molnár Ferenc az Ördög című művét Tasnári Csaba viszi színre, ebben Slanger András is játszik majd. Sok évvel ezelőtt Ivók Robot rendezett már Nyíregyházán, a következő évadban újra visszatér. Hrabál túlságosan zajos magány című drámáját adaptálja, kifejezetten az itteni társulatra. Láthatja majd a nagyérdemű Ábrahám Pál operettjét, a Bála Savoyban, illetve Molière Tudós nők című komédiáját. A Krúdi Kamarában Szász János Ibsen Hedda Gablerjét rendezi, de a Mucsiserel duó is érkezik majd a Nézőművészeti Kft. Produkciójával. A direktor terve, hogy az intézmény ne csak színházként funkcionáljon a jövőben. Azt szeretném, ha az egész nyíregyházi szellemi életnek valamennyire a középpontjában lenne, hogy ez egy találkozó lenne, egy szellemi találkozóhely, ahol az emberek szívesen járnak beszélgetni, és erre lesz egy nagyszerű alkalom, hogy Pécsi Ildikóval megállapodtunk a következő évadban, és egy 4 részből álló bérletsorozatot fog csinálni, ő lesz mindig a házigazda, és ha minden igaz, akkor a nemzet színészeit fogja vendégül látni, méghozzá olyanokat, akiknek van helyi kötődésük. Számítok én Eszenyenikőre, Hegedűs D. Gézele, de ez még nem fix nevek, de ebben gondolkodunk. Ez egy kellemes színházi este lesz, ugyanúgy bele tudna a nézőtérre, de nem színház lesz, hanem beszélgetés, egy kis műsor, egy kis kötetlen ismerkedés ezekkel a nagyszerű művészekkel. A fiatalokról sem feledkeznek meg. Ifjúsági béletben többek között Oll Tamás állít színpadra egy különleges produkciót kamaszokat érintő témákról. Az előadásban nyíregyházi középiskolások is színpadra léphetnek, nekik castingot tartanak majd. A tervek szerint irodalmi, gasztronómiai esteknek is helyet ad az intézmény. Az új direktor vágya, hogy a közönség a színházba hazajöjjön és jól érezze magát. Mintegy 8000 gyermeknek biztosítottak szabadidős programokat a gyerekesély pályázat segítségével a Nyírbátori kistérségben. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. 2 aranyéremmel tért haza a Miskolci Junior Országos Bajnokságról Palásti Luca. A nyíregyházi futónő 400 méteren és 800 méteren sem talált legyőzőre. A bajnokság utáni csapathirdetéskor kiderült, hogy Széles Imre tanítványa 400 méteren rajthoz áll a 2 hét múlva kezdődő svédországi Junior Európa Bajnokságon. A 3. helyen zárta a szezont a Hungarian Football League-ben a Nyíregyháza Tigers. A tigrisek a bajnoki elődöntőben 44-6-os vereséget szenvedtek a Bratislava Monarchs-tól. A finálét július 4-én a pozsonyiak a Budapest Wolfs-szal vívják majd.
Mintegy 8000 gyermeknek biztosítottak szabadidős programokat a gyerekesély pályázat segítségével a Nyírbátori kistérségben. A térségi pályázat 600 millió forint támogatást kapott a hátrányos helyzetű gyermekek segítésére. Idén 20 településen 245 gyermeket táboroztattak. Egy 2012-ben elnyert pályázatnak köszönhetően a Nyírbátori kistérségben harmadik alkalommal rendeztek táborokat a hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az elmúlt hónapokban a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére további fejlesztő és oktató programokon is részt vehettek. A témában tartott sajtótájékoztatón elhangzott, így a lakosság negyed részét sikerült megszólítani. Nagyon sok emlékezetes rendezvény van a palettán. Egyet kiemelnék, amiről a sajtótájékoztatón nem szóltunk, ez a tanoda programunk. Három településen, Nyírvasváriban, Encsencsen és Nyírlugoson volt ilyen programelemünk. Nagyon hatékony, a tanodákról mostanság rengeteg szó esik, nagyon hatékony ez a programunk, a gyerekek rajonganak érte, ami nagy szó, mert hát az iskolába kevés gyerek az, aki rajong, ugye, hogy délután ott kell még maradni. De hát a tanodában rengeteg programot szerveztek a tanáraink a gyerekeknek. Az Ébresztő Kopogtat a Jövőt programban különböző tematikára épülő táborokon vehettek részt a hátrányos helyzetű gyerekek. Volt közöttük pályaválasztási, info és foci tábor is, korosztályonként eltérő csoportokban foglalkoztak a gyerekekkel. Korcsoporttól is, tehát a lehetőségektől, mert figyelembe veszük, ugye, hogy itt hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, akik lehet, hogy nem voltak még esetleg kirándulni, csak az iskolai keretek között, és próbálunk nekik minél szélesebb programot összeállítani. Tehát volt lovaglás, strandolás, egynapos, egésznapos kirándulása a táborokban, különböző kézműves foglalkozások, bőrdíszművesség, fazekasság megismerése és számtalan egyéb sportolási lehetőség. A gyerekek minden nap színes programokon vettek részt, több helyre is ellátogattak. Kedden voltunk a kilátónál, innen az iskolától indultunk a kilátók, el is vártunk. Szerdán voltunk is vasutazni, kicsit szitált az eső, de azért nyaltunk egy fagyit. Csütörtökön voltunk az állatkertbe, nagyon sok szép állatot láttunk, és nagyon-nagyon éreztük ott is magunkat. A gyerekesély program 2013 és 2015 között 28 hónapig tartott, és május végén ért véget. A program keretében kialakított gyerekesély házakat ezentúl a helyi önkormányzatok működtetik tovább. Egy hetes tábort szervezett hátrányos helyzetű gyermekeknek a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ. A táborozók olyan programokon vehetnek részt, amelyeket szüleik nem tudnak biztosítani számukra. A foglalkozásokat magánszemélyek és intézmények támogatják. A gyerekeket szerkesztőségünk is vendégül látta. Valódi riporter válogatáson érezhették magukat ma délelőtt azok a gyerekek, akik szerkesztőségünkbe látogattak. Vendégeinket Pós Anita, felelős szerkesztő kalauzolta az épületben, és mesélt nekik a híradó készítésének titkairól. Egy héten keresztül táboroztatja a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ a hátrányos helyzetű gyerekeket. A szervezők egyebek mellett olyan programokkal várják a résztvevőket, mint méhészeti bemutató, botanikus kert, strand és múzeumfalu látogatás. A jó cél érdekében magánszemélyek és intézmények is összefogtak, és péksüteményekkel, belépő és buszjegyekkel segítették a rászorulókat. Ezeknek a gyerekeknek, illetve a családoknak vannak családgondozói, és a családgondozók választhatták ki, vagy választották ki, illetve a családgondozóknak jelezhették azok a családok, akik szeretnék a gyerekeket ebbe a táborba elhozni, illetve az ebben a szabadidős tevékenységre. A gyerekek érdeklődve ismerkedtek a stúdió és az adásvezérlő berendezéseivel. Volt közöttük olyan is, aki azonnal otthon érezte magát a híradónk díszletei között. Úgy éreztem magam, mint az igazi híradóban lennék, és a kamerát is néztem úgy, hogy azt éreztem, hogy most igazi híradóban vagyok, de nem. És az ugyanúgy éreztem, hogy mint a párbeszédes műsorokat szeretem a tévében is, a Kölcseiben is. A nyár folyamán a Vécsey utcai és a Huszár lakótelepi alközpontban is szerveznek hasonló egyhetes táborokat a rászoruló gyerekek számára.
A nyári meleg nem csak az embereket, az állatokat is megviseli. A nyíregyházi állatpark lakói is minden alkalmat kihasználnak a hűsölésre. Az orszarvúak alig látszanak ki a vízből, a pingvinek pedig vidáman pancsolnak, a száraz földre alig merészkednek. Az elefántok is élvezik a hűsítő vizet, sőt, egy-egy óvatlan pillanatban még a látogatók felfrissítéséről is gondoskodnak. Két aranyéremmel tért haza a Miskolci Junior Országos Bajnokságról Palásti Luca. A nyíregyházi futónő 400 méteren és 800 méteren sem talált legyőzőre. A bajnokság utáni csapathirdetéskor kiderült, hogy Széles Imre tanítványa 400 méteren rajthoz áll a két hét múlva kezdődő svédországi junior Európa bajnokságon. Az elmúlt hétvégén Miskolcon rendezték meg az atléták U23-as és junior országos bajnokságát. A nyíregyházi versenyzők 5 aranyérmet szereztek. Az utánpótlás korosztályban Kápár János diszkoszvetésben 56-79-el győzött, Bakosi Péter magasugrásban 210 cm-es eredménnyel végzett az élen. A junioroknál Tasité Dávid 48-32-vel nyerte a 400 métert, míg egyetlen duplázóként Palásti Luca 455-92-vel, 800-on pedig 2 perc 17-20 utasította maga mögé a mezőnyt. Szerettem volna mindkét versenyszámba győzni, ez sikerült is, bár azért nem lehetek elégedett, mert az időeredmények nem a legjobbak, amiket sikerült elérnem. Széles Imre edző örül annak, hogy tanítványa kezd visszatalálni 2 évvel ezelőtti formájához. Kis hullámvölgybe került jó tavaly évbe a nagy siker után, úgyhogy a Donetszkbe egyéni világban aki döntőt futott. Idén nagyon jól dolgozott a lány, kihagytuk vele is szinte teljesen a felett táját, és felszállóágban van. Kis versenyhiányán szenvedünk, az érettségi miatt kimaradt neki a felnőtt Európa Kupa, illetve elmaradt egy válogatott viadal, de próbáljuk utolérni magunkat. A bajnokság után kihirdették a junior Európa bajnokságra utazó válogatott csapat névsorát, amelyben szerepel a Szent Imre Gimnázium idén érettségiző diákjának neve is. Ez most egy jó hír az utóbbi hullámvölgy és sok negatív tapasztalat után. Szeretnék kiállni a lehetőséggel és minél jobban teljesíteni ott. A junior Európa-bajnokság július 16-án kezdődik a svédországi Eskilstunában. A harmadik helyen zárta a szezont a Hungarian Football League-ben a Nyíregyháza Tigers. A tigrisek a bajnoki elődöntőben 44-6-os vereséget szenvedtek a Bratislava Monarchs-tól. A finálét július 4-én a pozsonyiak a Budapest Wolfs-szal vívják majd. Érmes helyen zárta a szezont az elmúlt évben átalakított Nyíregyháza Tigers az amerikai focibajnokság legmagasabb osztályában. A tigrisek a bajnoki elődöntőben a Bratislava Monarchs ellen léptek pályára, és a pozsonyiak magabiztosan szerezték meg a győzelmet, így bejutottak a fináléba. Ez papírforma volt, mi nem ezt szerettük volna, nem is ezt akartuk, tehát ugye mi győzni mentünk erre a mérkőzésre is. Azt mondom, hogy igen, a cél az megvalósult, amit az évre kitűztünk, ott voltunk a rájátszásban, játszottunk, sokkal összeszedettebbek voltak, sokkal pontosabbak. Fizikálisan is felülmúlták az egyesületet. Védelemben nagyon fel tudtuk velük venni a harcot, hiszen a védelmünk úgy állt a sarat, hogyha ez egy oda-vissza meccs lett volna, akkor egy TD-n belül vagyunk. Az offenzívnek, a támadó sorunknak nem teljesen sikerült minden, amit meg akart volna valósítani, de hát ezek a hibák tolnak előre bennünket, megyünk, javítunk, aztán jövőre majd döntőzünk. A nyíregyházi csapatot amerikai edző irányította az elmúlt szezonban, és 2 tengeren túli játékos is szerepelt az együttesben. Nagyon sokat tudtunk tanulni. Az edzőnktől mindenképpen a támadó stratégiát, azt olyan támadó stratégiát hozott ide nekünk, és tanította meg nekünk az alapjait, mert az egészet hiszen ennyi idő alatt nem tudtuk megtanulni egy szezon alatt, amilyet senki nem játszik Magyarországon. Talán ezért is volt meglepő egy-két csapatnak, és nekünk is, hogy mit kellene csinálni. A fiúktól pedig ugyanúgy, ők ugye pozíciós játékosok, tehát ő nekik megvan az, hogy mit tudnak, mindent tudnak a fociról, amit tudni kell, de kiélezetten tudnak egy pozíciót. Onnan azok a srácok, akik velük együtt edzettek, nagyon sokat tudtak tanulni, illetve mindhármuktól a mentális, illetve a hozzáállást ahhoz, hogy milyen alázattal és hogyan kell hozzáállni ehhez a sporthoz, vagy bármilyen más sportákhoz. Mivel Bradley Hebbing edzőnek élő szerződése van a klubbal, a szakember a nyári pihenő után visszatér Nyíregyházára. A tigrisek néhány játékosa még pályára lép az ukrán bajnokságban az ungvári csapat színeiben. Nem marad el a hagyományos toborzás és az edzőtábor sem, mivel ősszel a junior bajnokságban elindul a Tigers utánpótlás csapata. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Az elmúlt héten az őszi árpa aratásával megyeszerte megkezdődtek a mezőgazdasági betakarítások, már a munkálatok közel felével végeztek a gazdák.
A kedvezőtlen száraz időjárás ellenére a kalászos növények termése jónak mondható, sőt az őszi árpa helyenként kiemelkedően magas termés átlagot hozott. Újabb bűnszervezetet számolt fel a NAV az Észak-Alföldi régióban. Az eddigi adatok szerint jól működő vállalkozások vették igénybe munkaerő kölcsönzésre szakosodott cégek szolgáltatásait, hogy így csökkentsék adó és járulékfizetési kötelezettségüket. A költségvetésnek okozott kár meghaladja a 500 millió forintot. Július 1-től 5 éven át Schlanger András lesz a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója. A művész régi ismerőse a megyei közönségnek, hiszen a 80-as években színész rendezőként, később pedig művészeti vezetőként dolgozott a teátrumban, és meghívott vendégként több előadásban is színpadra lépett. A Kölcsei Televízió szerdai híradóját látták. Friss hírekkel csütörtök este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Tovább erősödik a nappali felmelegedés a következő napokban. Front nem ér el bennünket, a magasban nagyrészt száraz és egyre melegebb levegő érkezik fölénk. Derült száraz, szélcsendes éjszaka várható, reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kissé gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható, csapadék nem lesz, az északkeleti szél gyakran megélénkül, délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban a napsütést kevés felhő zavarja majd, de továbbra is száraz időre van kilátás, egyre enyhébbek lesznek az éjszakák és forróbbak a nappalok. A hőmérséklet a hét végén már 30 fok fölé emelkedik, a jövő hét elején néhol a 35 fokot is meghaladja.